Nagy öröm számunkra, hogy a mai napon a Katona Péter díjat az egyik kollégánk, Fenyvesiné Pesznekel Erika kapja. Ő 2003 óta dolgozik az intézményünkben, szociális asszisztensként kezdte, majd a ranglétrán előre haladva ma már esetmenedzserként dolgozik. A munkája a hosszú évek alatt példaértékű volt. A Gyermekjóléti Szolgálat és Gyermekjóléti Központban végzett munkája, amit a gyermekekért tett, a gyermekek veszélyeztetettségét megelőző tevékenysége mellett, a szociális diagnózis, amely arról szól tulajdonképpen, hogy valamilyen prevenciós feladatként feltérképezni a családokat, hogy milyen események történnek az életükben, amelyek elvezethetnek oda, hogy a későbbiekben valamilyen nagyobb probléma, vagy esetleg olyan konfliktus jelenik meg, amelyre nagyon oda kellene figyelni. Ez a szociális diagnózis, és ebben ért elő nagyon nagy eredményeket. Mind emberileg, mind szakmailag. Nagyon kedves, a kliensek számára, a kollégái számára mindig segítőkész, odafigyelő emberrel találkozhatunk és dolgozhatunk minden nap. Fenyvesiné Pesznekel Erika, a Budafok-Tétényi Család és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere vehette át idén a Katona Péter díjat június 21-én a kerület napján. Számomra nagyon jó érzés volt, egyáltalán nem számítottam rá, megtisztelő ez a díj, és nagyon jól esik, hogy rám gondoltak, és hogy így módon is elismerik a munkámat, és ha azt lehet elmondani, hogy ez a díj nem csak engem illet, hanem itt a munkahelyemet is, mert hogy itt sokszor teambe dolgozunk, és hogy a tapasztalatokat, meg a gyakorlatot, amit megszereztem, azt itt szereztem meg a 16 év alatt, és hogy a szakmai tudást is innen kapom, amit szeretnék megköszönni. Ben kerültem ide, elvégeztem egy gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakot az érettségit követően. Egyébként nem erre a pályára készültem, én tudatosan óvónői pályára készültem, de az valamilyen oknál fogva nem sikerült, és elvégeztem akkor azt az iskolát, és én akkor találkoztam először a szociális szakmával, és akkor nekem az úgy nagyon megtetszett, azt gondoltam, hogy ez lesz az én utam, de akkor elmentem 3 évet a versenyszférába dolgozni, és 2003-ban itt hirdettek szociális asszisztensi állást, és jelentkeztem, fölvettek, és 1 év múlva pedig elmentem főiskolára, mert hogy szerettem volna magam képezni, és levelező szakon végeztem el a főiskolát, és így lettem általános szociális munkás. Szociális munkásoknak az a dolga, hogy akik bajba jutott egyének, családok, vagy illetve nehéz élethelyzetbe kerülnek, azokon segítünk, illetve hogyha megjelenik a veszélyeztetettség a családba, akkor szükség szerint vagyunk jelen. Konkrétabban milyen feladataid vannak? Te találkozol kliensekkel? Persze, minden nap találkozol kliensekkel, családgondozással is foglalkozunk, azon belül ugye tanácsot adunk, információt nyújtunk, segítünk a klienseknek a hivatalos ügyeik elintézésében, segítőbeszélgetést folytatunk, illetve én hatósági ügyekkel is foglalkozom. Nagyon szeretem ezt a munkát, mert hogy nagyon jó érzés adni magamból, mert hogy ugye mi a személyiségünkkel dolgozunk, és nagyon jó érzés adni másoknak abból, amíg mi vagyunk, és hogy nagyon jó dolog másoknak az életét, hát, ha lehet úgy mondani, szebbé és jobbá tenni. Tehát, hogy engem nagyon boldoggá tesz ez a munka, amit én most végzek.